Bonyhád város képviselőtestületének soros ülésén az egyik legfontosabb napirendi pont a szociális bérlakások bérleti díjának meghatározása volt. A város több éve nem nyúlt a rendelethez, ennek megfelelően az abban foglalt bérleti díjak nem követték a piaci mozgásokat. A mostani első hallásra jelentősnek tűnő változás csak közelíti a lakáspiac árait a város által megszabott bérleti díjakhoz. A Központi Statisztikai Hivatal fogyasztói árindex emelkedését alkalmazhatja a hivatal a bérleti szerződéseknek ugye az átvezetésénél, és ezzel egyoldalúan rendelet jogszabály felhatalmazása alapján mi a bérleti szerződéseknek az árait, a lakbéreket tudtuk volna emelni. Mivel több éve nem volt emelés, így hangsúlyozom, hogy a KSH szerinti árindex, fogyasztói árindex alapján sem volt emelkedés, ezért a testület elé polgármester asszonnyal egyeztetve olyan előterjesztést készítettünk elő, amiben a szociális bérlakásoknak a bérleti díját 20%-kal emeli meg a testület. Ezt tudom, hogy egy nagyon nagy számnak hangzik, ugyanakkor mondanék egy konkrét példát, a bérlakás állományunknak a nagy része 30 és 34 négyzetméter közötti lakások vannak benne, ezért ilyen négyzetméter árakkal számoltunk. Eddig ugye 2020. május 1-én kerülnek bevezetésre az új díjak, hiszen 60 napnak el kell telnie ahhoz, hogy egyrészt át tudjuk vezetni, másrészt, hogy az állampolgárok is föl tudjanak készülni, de visszatérve az eredeti mondathoz, 8890 forint volt egy 30 négyzetméteres lakás bérleti díja körülbelül, 30-34 négyzetméteré, ez 9800 forintra fog emelkedni, ami azt jelenti, hogy 1000 forinttal fog megnőni. Megnéztük egyébként azt is, hogy akik települési támogatást kérnek tőlünk, milyen jövedelmi viszonyaik vannak, és mi úgy látjuk, hogy ezekbe a jövedelmi viszonyokba az 1000 forint emelés még belefér. Azt gondolom, hogy a tévénézőknek pedig nem kell elmondani, hogy egy piaci alapú lakásbérleti díja Bonyhádon, ha már egyáltalán találnak lakást, ami bérbe vehető, az 30-tól fölfelé, 30 ezer forinttól fölfelé van, úgyhogy azt gondolom, hogy az önkormányzat képviselő testülete körültekintően döntött a lakbérek emeléséről. Elfogadta a testület a város 2020 évi rendezvénytervét, melyben szerepel minden már az országhatáron is átnyúlóan ismert rendezvény, de számos új elemet is építettek bele a terv összeállítói a programsorozatba. Egy nagyon gazdag, színes programot sikerült összeállítanunk, természetesen nem az önkormányzatnak egyedül, hanem az itt működő valamennyi intézménynek, civil szervezeteknek, sportegyesületeknek és a városnak a programjai lettek egybegyúrva naptári év szerint, úgyhogy azt abban bízom, hogy egész évben ezek a programok meg is tudnak valósulni, és minél többen veszünk részt. Minden évben vannak új elemek, az idei év azért egy meghatározó éve a magyaroknak, én úgy gondolom, nem kell külön magyarázni, hogy a nemzeti összetartozás évében kell olyan programokat is tartanunk, ami nem egy alkalommal, egy napon, hanem egész év során összetartozunk címmel végigkíséri az évet. Ezek mindenképpen új elemek, de az intézményeinkben is találunk minden évben újabb és újabb ötleteket, javaslatokat, amelyeket kíváncsian várunk mi magunk is, hogy hogyan fogadják majd a bonyhádi lakosok. A városi program egyik új eleme a gyerekeknek szóló gasztronómiai rendezvény, melyet a Művelődési Központ szervez, és a Népek Konyhája nevet viseli. Filóni Ferenc Ibolya azt mondta, miután a Nemzetiségek Szakácskönyve napvilágot látott a város gondozásában, ideje megtanítani a gyerekeket az elkészítésre is. A program tábor formájában a nyár folyamán várja majd az érdeklődőket.